Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyok Hódmezővásárhelyen, Márki-Zay Péter hivatala előtt, az önkormányzat van itt, a önkormányzat épülete látható itt a hátam mögött, és hogy mit keresek itt? Egyszerűen azért jöttem ide, mert az elmúlt napok folyamán a balliberális előválasztások eseményei következtében a postaládámat elárasztották azok az üzenetek, illetve itt a YouTube csatornámon nyilvános kommentekben is olvasható számos olyan üzenet, amely azt kérdezi, hogy miért nem támogatom én személy szerint, illetve a Mi Hazánk mozgalom miért nem támogatja Márki-Zay Pétert, és ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ adjak, el kell készítenem egy videót, amelyben olyan információkat fogok megosztani Márki-Zay Péterrel kapcsolatban, amelyeket a széles közvélemény egészen biztosan eddig nem ismert, és hogyha megismerik ezeket az információkat, akkor nem csak azt értik meg, hogy én miért nem tudom, vagy a Mi Hazánk mozgalom miért nem tudja támogatni Márki-Zay Pétert, hanem nagyon sokan azt is meg fogják érteni, hogy miért nem szabad rá szavazni, és miért valójában ő a magyar ellenes oldal legsötétebb trójai falova. Mindenek előtt azonban hagyd tegyem azt hozzá, hogy számomra szinte teljesen mindegy az, hogy ki képviseli miniszterelnök jelöltként ezt a balliberális, globalista, magyar ellenes erőt, hiszen a többséget az a DK, Jobbik, Momentum és a többi balliberális párt frakciója fogja adni, akik majd mozgatni fogják a miniszterelnököt, hogyha ők nyerik meg a választásokat, amelyek nyíltan az Európai Egyesült Államok, tehát Magyarország elleni ideológiát fogalmaznak meg. Nyilvánvalóan mi nem tudunk támogatni semmilyen magyar ellenes, akár a multik, akár a globalisták erőit képviselő pártokat, és nyilván az általuk képviselt miniszterelnök jelölteket sem. No, akkor ennyi felvezető után következzenek akkor a tények Márki-Zay Péterről. Ahhoz, hogy minden világos legyen, vissza kell mennünk Márki-Zay Péter politikai pályafutásának a kezdetéig, ami itt indult Hódmezővásárhelyen 2017. decemberében, amikor Márki-Zay Péter és a Jobbik Hódmezővásárhelyi elnöke Dombikis László találkoztak, leültek és beszélgetni kezdtek egymással. És ekkor találták ki azt, hogy Márki-Zay Péter független jelöltként elindul a Hódmezővásárhelyi időközi helyi polgármester választáson, és mögé nem csak a Jobbik, hanem immáron a balliberális oldal is felsorakozna támogatóként. Ezután ezzel az ötlettel Dombikis László, a Jobbik Hódmezővásárhelyi elnöke megkereste a Jobbik pártigazgatóját, Szabó Gábort, aki azonnal lelkesedni kezdett az ötletért, és tulajdonképpen az a fajta összefogás, amely az egykori nemzeti radikális Jobbiktól, ma már a Momentumig és a DK-ig terjed, az valójában innen indult Hódmezővásárhelyről. Tudni kell ehhez, hogy ebben az időben én magam voltam a Jobbik alelnöke, és amikor erről értesültem, igaz, nem túl sok információt kaptam, akkor azonnal tiltakoztam. Ugyanakkor a pártigazgató Szabó Gábor, illetve a párt akkori elnöke Vona Gábor megnyugtatott engem, és utána hivatalosan is lenyilatkozták, kinyilatkoztatták azt, hogy a Jobbik nem fog összefogni a baloldallal, a balliberális oldallal, ezzel igyekeztek engem megnyugtatni, bár ettől a pillanattól kezdve azért gyanakodva figyeltem Márki-Zay Pétert, illetve azt, ami itt Hódmezővásárhelyen történik. Fontos azt is megjegyeznem, hogy én kifejezetten jó kapcsolatot ápoltam nagyjából 2008-tól kezdődően a Márki-Zay Pétert felfedező Hódmezővásárhelyi Jobbik elnökkel, Dombikis Lászlóval, akit én egy igazi nemzeti radikális hazafinak ismertem meg, aki egyébként rendkívül aggódott amiatt, hogy nehogy haszid zsidókat telepítsenek be Hódmezővásárhelyre, illetve cigány bűnözés ellen is, vagy bűnözők ellen is rendszeresen fellépett, és még olyan levélváltásunk is volt, amikor én visszaírtam egy bűnesettel kapcsolatban, hogy az elkövető nem cigány származású volt, erre azt írta vissza Dombikis László, hogy nem baj, akkor egy fehér cigány volt. Tehát mivel nyilván nem szoktam magánlevelezéseket kiadni, ezért most nem mutatom ezeket a leveleket, de közben itt mutatom azt a közös fénykép felvételünket 2012-ből, amikor itt a Hódmezővásárhelyi Jobbik irodában ültünk, Dombikis László látható mellettem ezen a
9 évvel ezelőtti fénykép felvételen. Szóval nekem nem szokásom kiadni magánlevelezéseket, ezért természetesen nem mutatom meg azokat a levélváltásokat, amelyeket Dombi Kis Lászlóval váltottunk, de természetesen, hogyha ő maga igényelné vagy letagadná a korábbi mondatait, korábbi politikai meggyőződését, akkor természetesen bizonyítékként be tudom mutatni akár ezeket a levélváltásokat. Minden esetre óriási meglepetés számomra, és mind a mai napig nagyon furcsa számomra, hogy ez a Dombi Kis László mit keres az egyébként most már nyíltan globalista körökkel és balliberális pártokkal szövetkező Márki Zaj Péter oldalán. Viszont mostanra az is kiderült, hogy mi lehetett az az ok, amiért föladta az elveit Dombi Kis László, hiszen 2018 második felében, miután 2018. február 25-én Márki Zaj Pétert megválasztották Hódmezővásárhely polgármesterévé, Dombi Kis Lászlót nevezte ki városüzemeltetési koordinátorrá. Gondolom, nagyon-nagyon jó fizetést kaphat Dombi Kis László, hiszen azóta elfelejtette a korábbi elveit, amelyeket korábban képviselt és vallott, azóta egyáltalán nem beszél cigányokról, nem beszél zsidó betelepítésről, és semmi egyébről. Gondolom, hogy jól megfizette az a Márki Zaj Péter, aki rendszerváltozást ígér, azt ígéri, hogy ő nem úgy fog viselkedni, mint a többi politikus, akár a fideszes, akár a balliberális politikusok. Ehhez képest nem csak Dombi Kis Lászlót fizeti ki mind a mai napig közpénzből, hanem számos olyan embert, aki a csapatában volt, aki segítette őt itt Hódmezővásárhelyen hatalomra jutni. Ott van például az a Sirkó Zoltán, aki szintén jobbikos körökben bukkant fel, egy időben úgy volt, hogy képviselő jelöltje is lesz a pártnak, jelenleg pedig kertészeti főtanácsadó, ugye ez jellemző egyébként kifejezetten azokra a politikusokra, akik ellen például én magam is küzdök, hogy ilyen tanácsadói jogcímeken milliókat fizetnek ki haveroknak, régi pártársaknak, és például az előbb említett Sirkó Zoltánt, hogy a sok példa közül Dombi Kis László mellett kiragadjak még egy ilyen személyt, aki a kifizetési listán van. Ő havonta 2,5 millió forintot kap itt Hódmezővásárhelyen az önkormányzattól, és hát még egyszer mondom, kertészeti főtanácsadója Márki Zaj Péternek. Ez nyilván rendkívül fontos dolog, hogy legyen itt Vásárhelyen kertészeti főtanácsadó, aki még egyszer mondom, milliókat vág zsebre közpénzről. Na ennyit a nagy elszámoltatásokról és arról, amit Márki Zaj Péter ígér, hogy majd ő máshogy csinálja, mint a többi politikus. Márki Zaj Péter kampányát egyébként személyesen Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója irányította, és ennek köszönhetően 2018. február 25-én Márki Zaj Pétert megválasztották Hódmezővásárhely polgármesterévé. Na ekkor robbant az igazi bomba, ugyanis Márki Zaj Péter azonnal szembeköpte az őt hatalomra segítő, és akkor még nemzeti radikálisnak számító Jobbikot azzal, hogy az első hivatalos útja megválasztását követően azonnal Szegedre az MSZP a balliberális oldal miniszterelnök jelöltjéhez, Botka Lászlóhoz vezetett, ahol közösen fotózkodtak az Európai Unió kék zászlójával. Hát én ebben a pillanatban már azonnal tiltakoztam, először az elnökségen belül fejeztem ki a tiltakozásomat, utána pedig még egy megdöbbentő információt kaptam, mégpedig azt, hogy Márki Zaj Péter Hódmezővásárhelyi háza előtt rendszeresen ott parkol az amerikai nagykövetség autója, és hát ezek után már felhívtam Dombi Kis Lászlót, a Hódmezővásárhelyi Jobbik elnökét, és nála is tiltakoztam, megkérdeztem, hogy hogyan segíthettek jobbikosként egy olyan független jelöltet, aki azonnal szemen köpte a nemzeti oldalt, amikor Botka Lászlóhoz sietett a kék zászlót ölelgetni, illetve mi az, hogy az amerikai nagykövetség munkatársai járnak hozzá, ki egyáltalán ez a Márki Zaj Péter. És Dombi Kis László még ezek után is védte Márki Zaj Pétert, amikor telefonon beszéltünk, és arról próbált engem meggyőzni, hogy higgyem el, hogy egy tisztességes keresztény nemzeti ember Márki Zaj Péter, bár egyébként az Dombi Kis László sem tagadta, hogy feltűnően jó kapcsolatokat ápol Márki Zaj Péter az amerikai nagykövetség munkatársaival. Egyébként ez később már olyannyira nem volt titok, hogy 2019. májusában Márki Zaj Péter Washingtonból jelentkezett, és arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az amerikai külügyminisztérium egyébként névtelenséget kérő
munkatársaival is találkozott, aztán pedig 2019. július 3-án Budapesten az amerikai nagykövetségen találkozott, szintén amerikai politikusokkal, diplomatákkal. 2018. február 25-ét követően nekem már gyakorlatilag nem volt kétségem afelől, hogy Márki-Zay Péter nem a nemzeti oldalt képviseli, hanem sokkal inkább a nemzetközi globalista és balliberális köröket itt Magyarországon, és az aggodalmaimnak, kifogásaimnak hangot is adtam a Jobbik elnökségében. Nyilvánvalóan Szabó Gábor pártigazgató, illetve Dombikis László ezeket a kifogásokat, ezeket az aggodalmaimat elmondhatta Márki-Zay Péternek, aki innentől kezdve engem az ellenségének tekintett, és Botka Lászlóval ugyan találkozott, velem pedig nem volt hajlandó, de én akkor ezt úgy gondoltam, hogy pusztán azért tekint engem az ellenségének, azért nem akar velem találkozni, mert túlságosan szélsőségesnek vagy radikálisnak tart, de amikor kiderült, hogy Márki-Zay Péter a betyárseregtől kért védelmet, testőrséget, akkor kiderült, hogy nem ez a baja velem, hanem inkább az, hogy rámutattam arra, hogy nem a nemzeti oldal, hanem sokkal inkább a globalista nemzetközi körök embere lehet. Arról pedig beszéljenek a betyársereg vezetői, hogy Márki-Zay Péter hogyan kereste meg őket 2018-as év első felében, hogyan kért védelmet a betyárseregtől, hogyan kért testőrséget tőlük, és hogyan fizetett mindezért zsebből. Megkeresett, hogy lesz ez a választás, hogy nem elmennék neki segíteni a rendezvényt biztosítani. Tehát ilyen védelmet. Igen, védelmet kért. De már úgy mentünk ki az egész rendezvényre, hogy be voltak tojva, mert azt mondták, hogy cigányfenyegetést kaptak, hogy meg fogják támadni a cigányok az egész rendezvényt. Uh-huh. És akkor ezért kértek, ezért, hogy a Fidesz küldi rájuk, gondolom, a cigányokat. Hát, az a Joe barátommal végig ott körött lenni mellette az egész sátor, hogy ha bárki kicsit közelebb menne, már egyben menjünk oda hozzá. Utána volt egy városi rendezvény is, ahol megkért, de ott már mi elmondtuk neki, hogy mind betyársereg nem, mind civilek voltunk. Civilek voltunk, és ott is az volt, hogy csak menjünk a tömeg után, hogy lássák, hogy mi ott vagyunk. És akkor fizetett azért valamennyit? Nem is olyan rossz pénzt kaptunk, úgymond nem is olyan rossz pénzt kaptunk érte. És akkor ezt nem mondta, hogy ezt kifizeti, ezt saját zsebből intézte? Gondolom, ennek mi nem kérdeztük. Tehát akkor többet a betyársereg hódmezővásárék lánya nem fogja megvédeni. Már évek óta egyébként ez az védelem úgy abban a formában nincs, tehát hivatalosan csak ez az egy volt. Még akkor is úgy, hogy mi magán, direkt nem is mentünk seregis ruhában, mi magánemberek voltunk. Igaz, hogy csak seregtagok voltak köztünk, de mint civilek. Konkrétan sereget akarta. Tehát persze, de mi ott is mondtuk, hogy nem megy a sereg, mi ugyanúgy civilbe voltunk, de még a fényképeken is látszik, hogy sima hétköznapi ruhákban voltunk, még egy pólót se vettünk fel, pedig tél volt, de még a ruha alatt póló se volt. Egészen más okai lehettek tehát annak, hogy Márki-Zay Péter az első pillanattól kezdve az ellenségének tekintett engem, és nem akart velem találkozni sem, sokkal inkább arról lehetett szó, hogy én azonnal átláttam az ő valódi szándékait. Kissé tehát erőltetettnek tűnik Márki-Zay Péter részéről ez az állandó hangsúlyozása annak, hogy ő mennyire jó keresztény és nemzeti ember, miközben a politikai tettei egészen másról árulkodnak. Ő például az a miniszterelnök jelölt, aki három cigány származású politikus tenne befutó helyre a közös listára, márpedig mindig is azt mondtuk, hogy a diszkrimináció bármilyen formája, akár negatív, akár pozitív diszkrimináció, az elítélendő. Hát ő az, aki származási vagy faji alapon tenne cigányokat befutó helyre parlamenti listákra. Ez nem kifejezetten egy nemzeti politikus programjának a része, mint ahogy az sem, hogy amikor három pontot jelölt meg Karácsony Gergellyel való összefogása, illetve a visszalépése érdekében feltételként, akkor a három pont közül az első, az rögtön a globalista erők egyik legfontosabb célkitűzése, a magyar forint, tehát a magyar fizetőeszköz megsemmisítése, az euró azonnali bevezetése lett volna. Mivel ez a mostani videó nem az euróról és nem a magyar fizetőeszközről, nem a magyar pénznemről szól, itt a leírásban találhatnak egy linket, amelyet, hogyha végigolvasnak szakértők elemzését, akkor azt láthatják belőle, hogy a közép-kelet-európai térség országai közül
azok az országok, amelyek csatlakoztak az euróövezethez, fejlettségi szintjüket tekintve és makrogazdasági mutatóikat tekintve mindannyian visszaestek azokhoz az országokhoz képest, amelyek nem csatlakoztak, vagy például Olaszország, Portugália, Spanyolország, Görögország, mind-mind olyan ország, amely úgy csatlakozott az euróövezethez, hogy nem volt saját erős lábakon álló nemzetgazdasága az adott pillanatban, ezért ők is veszítettek azzal, hogy megszüntették a saját fizetőeszközüket. Ez lenne a baj Magyarországon az euró azonnali bevezetésével, mert először a nemzetgazdaságot kell megerősíteni, és csak utána lehet bármilyen módon a pénzrendszerről beszélni. A pénzrendszerhez pedig hozzá kell nyúlni, nem úgy, ahogy azt a Fidesz teszi, de nem is úgy, mint ahogy azt a balliberális globalista körök szeretnék, hanem nagyon erős magyar nemzetgazdasággal kell indítani ahhoz, hogy egyáltalán a pénznemről beszéljünk. De még egyszer mondom, itt a leírásban van egy link, amelyen részletesebben lehet erről olvasni. Ez egy kifejezetten globalista cél, ugyanúgy egyébként, mint hogy származási alapon nem magyar származásúakat küldjünk a magyar országgyűlésbe. Egyre biztosabb tehát az, hogy Márki-Zay Péter nemzetközi globalista körök érdekeit képviseli, és nem pedig nemzeti érdekeket, és ezt erősíti az a hír, amelyet két héttel ezelőtt olvashattunk a médiában. Történt ugyanis egy autóbaleset az M3-as autópályán, méghozzá Barta László, valaki a Jobbik jelenlegi Észak-Kelet-Magyarországi főszervezője, ő irányította a Jobbik botrányos ózdi előválasztási kampányát. Ő volt az, aki megszervezte azokat a cigányokat, jellemzően bűnözőket, akik Olaszliszkáról jöttek Ózra azért, hogy megzavarják az előválasztást és terrorizálják azokat, akik nem a Jobbikra akartak szavazni. Szóval ez a Barta László, amikor autóbalesetet szenvedett az M3-as autópályán, akkor kiderült, hogy az autójában előválasztási szavazólapok voltak, ezek szanaszét repültek a balesetkor, illetve 18 millió forint készpénzt is találtak az autójában a helyszín elő rendőrök, azóta rendőrségi nyomozás zajlik az üggyel kapcsolatban. Ez a Barta László, kérdés, hogy ki adta ezt a rengeteg készpénzt neki a kampányához. Annyit tudunk, hogy két dolog köti össze Márki-Zay Péterrel. Az egyik az, hogy ő is az Amerikai Egyesült Államokban élt korábban, és onnan jött haza. A másik pedig, hogy Márki-Zay Péter mozgalmának, a Mindenki Magyarországa mozgalom operatív igazgatója volt. És végül jöjjön a haba tortán, miután Márki-Zay Péter gyakorlatilag már mindenkit megvádolt a teljes politikai palettán azzal, hogy a Fidesz embere, aközben valójában őt kötik bizonyítottan bizonyos szálak a Fideszhez, vagy legalábbis annak globalista köreihez. Természetesen mi hazánkosok sem maradhattunk ki a felsorolásból, minket is megvádolt már azzal Márki-Zay Péter, hogy a Fidesz érdekeit képviseljük, vagy a Fidesz emberei vagyunk. Ugye annak idején, abban a pillanatban, ahogy a Mi Hazánk mozgalom megalakult itt Hódmezővásárhelyen, azonnal megtámadta a helyi elnökünket. Számoljon be erről ő maga, tehát Balogh Norbert, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, hogy mi is történt akkor. Előadta nekem, hogy álljak mellé, még akkor is azt mondta, hogy támogassuk, és még akkor is azt mondta, hogy akár Trockay Lászlóval is hajlandó lenne tárgyalni, beszélni, mert aki tisztességes, aki komolyan gondolja, hogy az országot előrébb akarja vinni, az ő mellette áll, de aki nem áll ő mellette, az csak elne lehet. Nem lehet harmadik út, nem lehet másik lehetőség, csak az, hogy mellette állunk. És ekkor elmondta, hogy nem mondtam, hogy én nem tudnám azt megtenni, hogy együtt menjek Gyurcsánnyal, vagy az ő embereivel. Erről azt mondta, hogy őt nem érdekli az igazság, hogyha bármikor bármit is mondunk, de ha igaz, ha nem, ő azt fogja mondani, hogy mi a Fidesznek vagyunk a bérencei, és nem az igazság fog nála számítani, hanem az, hogy amit ő akar. És ezt utána megismételte egy gyűlésünkön, egy aláírás gyűjtésünkön a Kossuth téren, amikor odajött hozzánk az OTP előtt, akkor még egyszer elmondott, már voltunk van 8-an, mert ezt annak idején a Városházán csak 3-an voltunk. Ki bent. Volt ott azon, ahol először megfelelkezett? A Jobbik elnöke. Tehát Dombikis László és Márki-Zay Péter. Dombikis László, Márki-Zay Péter és te, amikor igen. Megfenyegetett. Dombikis László tiltakozott emiatt, amit neked mondott nem. Fenyegetésként? Nem. És amikor második alkalom volt ott a Kossuth téren, akkor mennyien? 8-an voltatok? Akkor kb. 8-an voltunk. Tehát annyi szem és fültanú volt. És nem csak mi hazánkosok, akik odajöttek aláírni olyanok is, de csak bámészkodók is voltak, akik nem írtak alá nekünk, szóval nem lehet rá fogjuk fogni azt, hogy mi hazánkosok.
És akkor ugyanezeket a fenyegetéseket? Ugyanezeket elmondta még egyszer. Oda kezet fogott velünk, ott eljött szépen jópofizva, aztán búcsúzásképpen oda mondta, hogy nem érdekel, akármit csináltok, akármit mondhattok. Úgy azt fogom mondani, ami szerintem az igazság, hogy ti a Fidesznek a szekerét toljátok, és nekem az a jó, hogyha ti magyarázkodtok. Neki az a legjobb, hogy mi magyarázkodunk, mert neki az csak plusz pontokat fog hozni, mert plusz szavazatokat fog jelenteni, ha mi magyarázkodunk. És neki ez a legjobb. A Fidesz által behozott migránsokat valamiért soha nem támadják. Ők, amikor a meleg ellenes kampányukban ugye ezt a könyvet ledarált, a Duro-Dóra és a többi, akkor valahogy Szájérről nem esik szó azóta sem. Fideszes pedofilokat valamiért ők nem támadják, nekik egyfolytában kalettával kellene tüntetni, és hát nem azt akarom mondani, hogy fölgyújtják majd magukat a parlament előtt, tiltakozásul a Kaleta Gábor miatt, de mindenképpen azért, hogyha ők értékek alapján politizálnának, és nem fiók szervezete lennének a Fidesznek, akkor azért lenne mit támadni a Fideszen, valljuk be. Márki-Zay Péter olyan nagyon könnyen cáfolható hazugságokkal támadott minket, és ahogy az előbb Balogh Norberttől hallhattuk, ezt ő tudatosan csinálja, mert amikor mi már magyarázkodásra kényszerülünk, akkor ő tulajdonképpen már meg is nyerte ezt az ügyet, mivel marketingesként dolgozott az Egyesült Államokban is, nyilvánvalóan ért ehhez Márki-Zay Péter, hogy hogyan kell ezt csinálni, csak hát nem őszinte, és hát a módszerei semmiféleképpen nem valamiféle rendszerváltást jelentenének a magyar politikai közéletben. Szóval többek között olyan bizonyítékokat mondott azzal kapcsolatban, hogy én magam biztos a Fidesz embere lehetek, hogy a Fidesz nem indít senkit ellenem ásott halmon a választásokon. Na hát ezt nagyon könnyű megcáfolni, hiszen 2013. december 15-én éppen a Fidesz 18 éve regnáló polgármesterét győztem le, méghozzá 71,5%-os többséggel, és hát bevallom őszintén, hogy az azt követő két választáson nyilvánvalóan a Fidesz nem szeretett volna még egyszer ekkorát bukni ellenem, de hát mi van a többi párttal? Mi van Márki-Zay Péter szövetségeseivel? Például miért nem indított ellenem, nem csak a Fidesz nem indított ellenem polgármesterjelöltet, nem indított ellenem a Jobbik sem, nem indított ellenem a DK sem, nem indított ellenem az MSZP sem, a Momentum sem, az LMP sem, a Párbeszéd sem, senki, mindössze két független jelölt indult tehát ellenem, így aztán ez a vádja is nagyon egyszerűen cáfolható. Ugyanakkor, ha már itt tartunk, akkor egy pillanatra azért álljunk meg. Az elmúlt egy évet, ha csak azt nézem, akkor látható, hogy Márki-Zay Péter többször szerepelt a kifejezetten fideszes médiában, még a annyira narancssárga fideszes médiában is, hogy még a mikrofonjuk is narancssárga, tehát a Pesti TV-ben is nemrégen éppen ott haknizott Márki-Zay Péter, most éppen láthatják, miközben erről beszélek, az ottani szereplését. Szóval éppen Márki-Zay Péter az, aki bizonyíthatóan kötődik a Fideszhez, méghozzá nagyon egyszerűen, hallgassák csak meg, hogy mit mond Márki-Zay Péter rólam, hogy mi a bizonyíték, mi a másik bizonyíték arra, hogy én biztos a Fidesz embere vagyok. Torockaiéknak a lépéseit mi motiválja? Miért van az, hogy ő neki esetleg a morrahalmi fideszes vezetéssel kell egyeztetni, mint a szintén plegykákból hallunk ilyet, a következő lépéseit annak idején még a Jobbikon belül is. Márki-Zay Péter imént hallott rágalmait rendkívül egyszerű megcáfolni, hiszen ő azt állítja, hogy én azért vagyok a Fidesz embere, mert Nógrádi Zoltántól, Morrahalom polgármesterétől kapom az utasításokat, én bejárok oda a városházára. Hát nekem az a dolgom, hogy bejárjak a morrahalmi városházára, hiszen én a Morrahalom mellett lévő ásott polgármestere vagyok, mi egy járásban vagyunk, a Mórahalmi járásban, közös kistérségi társulásaink vannak, tehát emiatt társulási üléseken nekem részt kell vennem, és ott kell ülnöm a térség polgármesterei mellett, ahol egyébként Nógrádi Zoltán elnököl a járáson belül, tehát nekem ez munkai kötelességem. Azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy 2013. december 15-én, amikor 71,5%-kal legyőztem a fideszes korrupt polgármestert, akkor az ellenem
igencsak komoly lejárató kampányt végző Fidesz helyi tevékenységét éppen Nógrádi Zoltán koordinálta, amikor rágalmazó szórólapokat dobáltak be az ásotthalmi postaládákba. És hát amikor megválasztottak polgármesterre, akkor azonnal kitettem egy ásotthalmot jelző külterületet jelző táblát, Móralom pedig kitette a Móralom külterületét jelző táblát, és ettől a pillanattól kezdve mi egymás mellett élünk, tehát nyilván Nógrádi Zoltán Móralom polgármestere, én pedig ásotthalom polgármestere vagyok, tehát ilyen viszony jellemez minket. Ezzel szemben azonban én meg arra tudok bizonyítékot mutatni, hogy Márki-Zay Péter is rendszeresen bejár a Mórahalmi város házára, és sokkal érdekesebb kérdés, hogy egy megyei jogú város polgármestere, Hódmezővásárhely polgármestere, akinek semmi közös hivatali dolga nem lehet a mórahalmi fideszes polgármesterrel, vajon miért jár Nógrádi Zoltánhoz, itt közben látják a közös fényképüket is. Sokkal nagyobb kérdés az, hogy az a Nógrádi Zoltán, amelyről például a HVG még most nyáron közölt egy olyan cikket, ami arról szól, hogy elképesztően sok pénz érkezik Mórahalom városába, és azok általában a polgármester környezetében kötnek ki. Szóval nagyon érdekes, hogy hogyan magyarázza meg a Márki-Zay Péter mögött álló balliberális pártoknak, Márki-Zay Péter, hogy ő miért jár akkor ehhez a fideszes polgármesterhez, akihez így dőlnek az uniós források, és aki ennyire meghatározó szerepet tölt be, és hát az a Nógrádi Zoltán, aki korábban az Európai Ügyek Bizottságának volt a tagja, a mai napig egy rendkívül befolyásos fideszes politikus. Én azt gondolom, hogy Márki-Zay Péternek van elszámolni valója, mert miközben mindenkit azzal támad, most már gyakorlatilag minden politikai pártot meggyanúsított azzal, hogy valahogy kötődik a Fideszhez, aközben neki kell arról számot adnia, hogy valójában neki milyen fideszes kapcsolatai lehetnek.